Október utolsó napján a Borzongásé volt a főszerep a Szegedi Vadasparkban. A Szegedi Képregény Klub alkotói betekintést nyújtottak a képregény alkotás világába. A Bagolyvári Esték programsorozat keretében az STE JGP-ken Hogy érzi magát az év madara címmel tartott előadást Lovászi Péter. A magasság szerelmesei számára biztosít sportolási lehetőséget falmászás terén a Szegedi Tudományegyetem. A Szia Kávézó és az Izipak Gasztró és Csomagoló Anyagcentrum közös szervezésében került sor az idei jótékonysági szüreti piknikre a Mátyás téren. A Grand Caféban mutatták be Tóth Kinga Irmag Offspring című művészeti albumát. A Szegedi Vadasparkban már évek óta hagyomány, hogy az utolsó nagy rendezvényüket október 31-én tartják. Ekkor éjszaka Halloween jegyében a Borzongva szórakozásé a főszerep, ahol is ajánlott felkészülni boszorkányok, vámpírok, állatemberek és egyéb furcsaságok látványára az esti séta során. Közel 10 éves hagyományai Vadasparkban megrendezzük a halloweeni záró rendezvényt a vadasparki éves szezonnak. A Vadaspark március 15-től általában így november 1-jéig van igazán szerintem a csúcson, olyankor jön a legtöbb látogató, ugye decemberi hónapok, január-február az kicsit visszavesz és nyugodtabbak számunkra is. És ugye egy záró rendezvények tökéletesen alkalmas, ez a halloweeni esti kis mulatság tulajdonképpen. Ugye a Vadaspark ilyenkor azért állatkerti szellemiségét nem tagadhatja meg, tehát ugye mindenképp állatkertések vannak, illetve a Fire Fantasy tűzzsonglőr csapat jön még ide két alkalommal bemutatót tartani. Ezen kívül egy kicsit a borzongásnak, kicsit az ijesztgetésről is kell, hogy szó legyen. Ezt ebben az évben egy kicsit átalakítottuk, hiszen az előzőekben ugye mindenfele volt ijesztgetés, de ugye sok kisgyerek jön ki ilyenkor szülőkkel, és nem szeretnénk azt, hogy esetleg egy kisebb gyerekbe, egy 4-5 éves kis gyermekbe tartós félelmet, vagy bármit okozzunk így az erdei sötétséggel. Azért úgy döntöttünk, hogy lesznek olyan részek, ahol ilyen tündérvilág van, tehát egy kicsit a gyerekeknek egy sokkal barátságosabb, meseszerű valami lenne, ahol nem ijesztgetésről van szó, csak inkább egy hangulatról. Illetve van egy olyan részünk, ahova inkább csak a felnőtt korhatár, vagy felnőtt korosztálynak ajánljuk azt, hogy bemenjenek, és ott próbálkozzanak szerencsét, és sem kipróbálsak a bátorságokat. Nagyon sok önkéntes van, nagyon sok segítőnk van, akiknek szeretném megköszönni a munkájukat, hiszen nélkülük ez a rendezvény nem tudna lebonyolításra kerülni. Ugye emellett még ugye van lovaskocsi, ilyen idézőjelbe vett ördögi szekér, ami mindenki felülhet, aki kiválja a sorát. Én azt gondolom, hogy ma is egy kellemes idő van szerencsére, egész nap ugye lógott az eső lába vagy szemelként. Én most azt látom, hogy az időjárás is mellettünk van, nagyon sokan jönnek, köszönjük a láthatatlan kitartásukat, és hát találkozunk a következő szezonban. Ezekben a késői órákban a hideg időjárás sem tántorította el az érdeklődőket. A fázósabb a körömére pedig a Fire Fantasy tűzzsonglőr csapat melegítette fel a hangulatot. Thank you.
Halloween ősikelt a hagyományokból kialakult írünnep október 31-e éjszakáján, melyet Magyarországon is előszeretettel ünnepelnek. Ezen az estén a Szegedi Vadasparkba látogatók egy felettébb hangulatos sétán vehetnek részt. Végig haladhatnak ijesztő sötét ösvényeken, találkozhatnak beöltözött vadasparki dolgozókkal, simogathatnak állatokat, vagy éppen etethetik azokat. Miután most egy Covid szigorítások miatt ugye mostantól kezdve a rendezvények, a kültéri rendezvényeken is kötelező a szájmaszk. Ugye a Vadasparknak ez egy rendezvénye, tehát most a 5 órától estig ugye a maszkot előírtuk mi is a Vadasparkba, tehát minden látogatónak rendelkezni kell maszkkal. Annyi könnyítést tettünk, hogy aki 14 év alatt és valami dekoratív, kreatív maszkkal érkezik, annak ugye egy szakmai belépőt, ami jelentős kedvezményt tudunk biztosítani. Én remélem, hogy nagyon sok kisgyermek megmozgatta a fantáziáját, esetleg rajzolt a maszkjára, vart rá valamint, vagy bármi egyéb módon kidekorálta, és ők persze mindenképp a kedvezményre jogosultak. Mint kiderült, az állatok is szeretik a halloweeni tököket, azonban a vadasparki dolgozók nem lámpás formájában adják azt oda nekik. Ugye a Halloween az a tökről szól, sok szempontból. Ugye ilyenkor mi is tököket faragunk, ugye ezek ilyen újrahasznosításra is kerülnek, hiszen ugye kifaragjuk, ilyenkor dekorációként szerepel egy-két napig a vadasparkba, és utána pedig az állatok etetésére tudjuk felhasználni. És ha ezeken a látványetetéseken is most vannak, ugye a három lesz ma, a rozsomákkal kezdünk, ugye a rozsomák etetésnél is ugye tökbe van elrejtve a csemege, és a tökből kell neki kibányászkodni a húst, és az látogatók azt nagyon szeretik, hogy ettől egy kicsit más, mint mondjuk egy nyári látványosításunk. A leglátványosabbak, legérdekesebbek talán mindenki számára ugye a nagymacskák ilyenkor ragadozók, hiszen azok éjszaka a legaktívabbak. Ezen kívül azt gondolom, hogy van olyan emlős számtal, amit meg lehet nézni ilyenkor is, ugye a házakban is nagy rész fel van ott a világítás, lehet látni az állatokat. Nagyon figyelünk arra, hogy az állatainknak semmilyen stressz, semmilyen rossz érzést ne okozzunk, tehát olyan fajok, amelyek esetleg bestresszelhetnének, azok úgyse láthatóak. A többit pedig már ismerjük, hogy ők ezt nekik semmilyen terhet nem jelent. Ugye ez a program szerintem 9-10 körül fog véget érni. Az emberek elmennek, az állatok pedig nyugodtan folytatják az éjszakai pihenésüket. A Szegedi Vadaspark évközben is több hasonló, de változatos rendezvénnyel várja az érdeklődőket. Ugye ez az év ez nagyon jól sikerült számunkra, ugye a Covid nagyon sok terhet adott szerintem mindannyiunknak, nem csak a Szegedi Vadasparknak, de be tudtuk fejezni az új indiai országú bemutatónkat, ugye egy házat és egy külső kifutót, megérkeztek az állatok ebben az évben, ugye az utolsó országunk ugye az közel 2-2,5 hete érkezett. Ebben az évben már ilyen nagy állatszállítást nem tervezünk, még apróbbak lesznek, tehát fognak még érkezni állatok, meg fognak elismerni tőlünk. A jövő év az még számunkra is kérdőjel sok szempontból, tehát nagyon komoly fejlesztést nem tervezünk, itt nekünk is a járvány okozta pénzügyi helyzetet, azt kicsit szeretnénk stabilizálni. Most is stabilak vagyunk természetesen, de szeretnénk egy kicsit plusz bevételre szeretni, és utána elkezdünk gondolkodni azon a városvezetésével közösen, hogy milyen új bemutató, milyen új fejlesztés, milyen új rekonstrukcióra szól a vadaspark, és reméljük, hogy tovább tudunk fejlődni ugyanolyan ütemben, mint amit az előző években tudtunk mutatni a közönségnek. Kezdetben a képregény csak egy elbeszélés illusztrációja volt, de később saját helyet vívott ki magának a vizuális művészeti ágak között. A rajzokon buborékformájú vonallal körülkerített fehér foltok jelentek meg. Ezekbe volt írva a szöveg.
Kezdetben humorosak voltak, innen ered az angol comics elnevezés. Az USA-ban a képregényt elsőként folytatásokban 1907-ben Bud Fisher jelentette meg. A képregény jelentőségét az adta, hogy a kor gazdasági és társadalmi eseményeit hitelesen találta. Amerikában a nagy gazdasági válság idején jelentek meg a Mickey Egér, Popeye, Batman és Superman képregények. Ezek indították be a képregények népszerűségét. Maga a képregény elkészítésének az időtartama minden országban más és más. Kultúra függő is. Gondolom, a japánok azok nagyon gyorsan rajzolnak. A franciáknak ilyen évi egy album, a meghatározott menet. Amcsiknak meg ugye havonta elvileg egy füzetet nagyjából ki kell hozni. Most jelenleg gyakorlatilag egy évig csinálok egy ilyen, hát egy olyan 24-26 oldalas füzetet. A képregénykészítésnek több lépcsőfoka is van, ami általában nem csak egy ember feladata. Először is kell egy ötlet, amit az író kifejtett, majd valaki megrajzolja, jobb esetben a végén ki is színezik és ki is húzzák a rajzokat. Kezdődött a rajzolás, hát ennek gyakorlatilag mai napig szerintem ez örökre meg fog maradni, hogy ott is van egy vázlatolás, amit úgynevezett ceruzarajznak hívunk, aztán azt, hogyha ha már elég jó állapotban van, akkor kihúzzuk tussal, utána jönnek a színek, szövegbeírás, szerkesztés, és akkor nagyjából már mehet a nyomdába a cucc. A D2 Ifjúsági Központban két hetente tart gyűlést a Képregényklub. Akit valamilyen formában érdekelnek a képregények, azok itt megtudhatnak többet is róluk. Hogyha valaki képregényalkotással szeretne foglalkozni, akkor ugye a szegedi képregényalkotók segítenek abban, hogy hogyan lehetne neki kezdeni, tehát ilyen mentorálós része is lenne a dolognak. Aki nem tud rajzolni, de viszont van sztoria, és rajzolót keres, akkor ez is megoldható, fordítva is. Aki egyikhez sem ért, viszont vannak nagyon jó ötletei, akkor ugye azt is bele tudnánk vonni. Tehát igazából az a lényeg, hogy senki ne érezze magát kívülállónak. Ugyanúgy várjuk azokat is, akik csak olvassák a képregényeket, meg szeretik, meg ugyanúgy várjuk azokat is, akik komolyabban szeretnének vele foglalkozni. Hazánkban és a nagyvilágban a sok-sok adaptációnak köszönhetően a képregények nyugati és keleti kultúrája is rendre kivirágzott. A gyerekek ma már Batmannek vagy pókembernek öltöznek farsangon, és nem kalóznak vagy kiskirálynak. Minden alkotó másból merít ikletet. Pliz gyakori vendége a D2 képregényklubnak. Ő a hazai képregényes világ ismert alakja, aki a Kaliber Joe sorozattal futott be. De azóta újabb és újabb történetek születnek meg a keze alatt. Én egyébként speciál, nekem azért sokszor ilyen gyerekkori vágyak, meg ilyen kicsit ezek a ponyva sztorik, akkori filmek, Indiana Jones, kaland sztorik, amik megihletnek, de igazából nem a sztoria az, ami feltétlenül a lényeg mondjuk nálam, hanem a karakterek. És hogyha a karakterekkel tudunk azonosulni, akkor be tudjuk vinni az olvasót is ezekbe a történetekbe. Tehát valójában az, hogy milyen a környezet, milyen a műfaja a képregénynek, hogy az legyen mondjuk sci-fi, vagy akció, vagy valami, ahhoz nem feltétlenül kell nekem megélnem ezeket, de az, hogyha egy olyan karakter dobunk bele, amivel könnyen tudok azonosulni, akkor már is az egy ajtót nyit ezekre a világokra. Sörös Krisztián 6 éve foglalkozik képregényalkotással. Ma már a 7. képregény fűződik a nevéhez. Vannak képregényalkotásról könyvek, én azt ajánlanám, de a YouTube tökéletes platform erre, tele van rengeteg ilyen alkotóval, akik szépen bemutatják, hogy hogyan épül fel az egész lépésről lépésre. Költséges a kiadatás. Ha mint magánember csinálod, akkor az rengeteg pénzt emész fel, és nagyon kevés bevétel jön be belőle. És igazából igen, nagyon nehéz megélni. Így Amerika, vagy például Franciaország, ahol ennek kultúrája van, ott elég kelendő, ott meg lehet simán élni belőle. Aki kedvet kap egy kis képregény olvasáshoz, az bármelyik könyvtárban találhat kedvére való képes olvasmányt. A képregény készítés meglehetősen komplex formája lehet annak, hogy az alkotó kifejezze magát és becsalogassa az olvasót a világába.
Ha ez sikerül, azzal másokat is megihlethet, és így újabb és újabb formákban ölthetnek testet az írások hősei. A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának interaktív természetismereti tudástára ad otthont a Bagolyvári Esték című rendezvénysorozatnak. Legutóbb Lovászi Péter, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület monitoring koordinátora tartott előadást a tudástár nagy előadójában, hogy érzi magát az Év Madara címmel. Magyar Madártani Egyesület néven alakult meg 1974-ben, tehát nem most volt, és a 200 alapító tag valószínűleg akkor nem gondolta, hogy egy 10 000 fős egyesület lesz, ami most már lassan egy fél évszázada dolgozik a madárvédelemben. Azóta a neve is kibővült, Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületként működik. Az előadáson a résztvevők megismerkedhettek az Év Madara programmal, a világ madarainak helyzete 2020 című BirdLife jelentés tükrében. Talán kezdjük azzal, hogy mi a monitorozás. Talán ismert olyan szempontból, hogy bizonyos folyamatokat, jelenségeket, hogyha sokszor visszatérően nézünk, adatot gyűjtünk róluk, akkor lehet a változásokra következtetni. Tehát mi is a madár, illetve egyéb állatoknak az állomány változásait figyeljük. És ebben dolgozok én, és ezzel kapcsolatos adatokat gyűjtök, elemzek, tartom a kapcsolatot az önkéntes madárfelmérőkkel. BirdLife International a Madárvédő Egyesületnek a nemzetközi szervezete, általában egy országból egy tagja van, hogy Magyarországról az MME, a Madártani Egyesület a BirdLife partner, és összeállította a most annak kapcsán a jelentését, hogy 10 évvel ezelőtt az ENSZ különböző célokat tűzött ki a biodiverzitás, tehát a biológiai sokféleség megőrzése érdekében, és most járt le ez a 10 év, és a célkitűzéseknek a megvalósulását foglalja össze ez a dokumentum. 2020-ban az Év Madara az erdei fülesbagoly lett, amely Magyarország leggyakoribb bagolyfaja. Főleg mezei poszkokkal táplálkozik éjszaka, ezért közismert, hogy a baglyoknak hogy nagyon jó a látása, illetve ami kevésbé közismert, hogy a hallása is, és télen pedig csapatokba összegyűlik, és itt a közelben például Makón a főtér környékén lehet látni akár 100 példányt is időnként, ahogy a nyírfákon és a platánokon ücsörögnek. Erdei fülesbagoly, fészke, olyan nincsen. Tehát az előfülesbagoly nem működik fészkek magának, hanem főleg ragadozó madaraknak, a barjúféléknek az elhagyott fészkeit foglalja el. Tehát szarka, szajkó, vetési barjú fészek, amiben körülbelül hozzáteszem, hogy én mostanában elég sokat találtam gólyafészekben is egy fülesbagyokat. Nagyon jó pofa, amikor az ember így nézi, hogy a kis gólyák ott vannak már a fészekben, és akkor ez is 2 tól figyelnek meg, így, vagy 4, vagy 6, vagy 8. Az Év Madara program 1979-ben indult. Kezdetben a Madártani Egyesület elnöksége választott ki egy-egy fajt azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet. Néhány éve azonban változtattak a módszeren, csak fajcsoportot választanak, és közönségszavazással dől el, hogy azon belül melyik bizonyul a legnépszerűbbnek. Év Madara program arra van, hogy fölhívja a figyelmet egy-egy madárfajra, vagy azért, mert aranyos, vagy azért, mert ritka és bajban van. Hát nyilván lehet kérdezni, hogy jó a kanalasgén vagy a vetési barjú, mikor aranyos, mert ízlések és pofonok. Hogy érzi magát az Év Madara? Az előadás címében felvett kérdésre Lovászi Péter megadta a választ. Köszöni szépen, jól van!
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának falmászás kurzusát a hallgatók szabadon választható tárgyként vehetik fel, valamint a diákokon kívül külsős érdeklődőknek is tartanak esti edzéseket. Előző fél évben teljesítettem ezt a kurzust, ott hát koronavírus miatt csak 2-3 hónapig volt óránk, de az alapján nekem nagyon bejött ez a sport. Fejleszti az állóképességet, valamint a logikai képességeket. Az edző meg nagyon jó arc, Robi. A falmászás önálló sportákként is értelmezhető, versenyszerűen is űzik háromféle kategóriában, amelyek lehetnek a gyorsasági, a nehézségi, illetve a boulder, a biztosítás nélküli mászás. Ez a mozgásforma olyan népszerűvé vált, hogy sokan oktatni is elkezdték. Még testnevelés szakos tanulmányaim során találkoztam a falmászással, egészen megragadt bennem. Évekig jártam több kollégámmal, több most már kollégámmal, illetve volt kollégámmal sziklát mászni. Ide is többet jártam úgy vendégként, majd utána jött a lehetőség, mivel végzett testnevelőként és gyakorlott sziklamászóként, hogy elkezdjek oktatni én is falmászást. Ezért is jött így, hogy egyre többet, de tartok mellette persze természetesen egyéb más óratípusokat is, de a mászás, falmászás az elsősorban az én profilom. A mászás fő célja a mozgás minél hatékonyabb fejlesztése, ez könnyedén elsajátítható az edzések során, egyes szakirodalmak függőleges táncnak is nevezik. A gerincre való jótékony hatása bizonyított. Budapesten aktívan heti 3-szor jártam, volt egy heti 4-szer is, itt most a heti 2-t próbálom tartani, ezek ilyen másfél-két órás edzések. Átalakult így az izomzatom, a testem, örültem is, hogy egy kis izmot azt így tudtam magamra rakni, és hát igazán mentálisan is nagyon sokat ad hozzá, mindig ahogy ha lejövök egy terembe, az ilyen kicsit megtisztulás, így kicsit gondolkozok az utakon, így kivesz a mindennapokból, és így nyugodtabban tudom folytatni a napomat egy edzés után. A falmászás örömét mindenki megízlelheti korosztálytól függetlenül, hiszen egy olyan mozgásformáról van szó, ami mindenki számára elsajátítható, kitárulkozhat általa egy olyan oldalad, amit előtte még nem ismertél, mivel sikerélményt is okoz. Igazából nincs olyan, akinek nem ajánlanám a falmászást. Egész fiatalok is járnak hozzám edzésre, már akár óvodáskorban. Náluk még azért azt szoktam mondani, hogy sok esetben azért nem 100%-ig biztos, hogy ők még hatékonyan fognak tudni itt tevékenykedni a teremben, de nem kizárt. Illetve egész idősek is fognak, jönnek. Mindenki megtalálja saját magának illő, legjobban passzoló feladatot, illetve lehetőséget egy mászóteremben. A hétköznapi életben a kapcsolatok fenntartásában is fontos szerepet játszik, ugyanis nagyon jó közösségépítő hatással bír, bizalmi viszony is kialakulhat a mászó és biztosító ember között. Másfél éve mászok falat, és minden heti edzésen itt vagyok, illetve óraként is felvettem ezt az egyetemre. Sokat javított a fizikumon, így a felső testemre, illetve rengeteg új emberrel ismerkedtem meg, akikkel ezen kívül is találkozgatunk. Nagyon sok új embert ismertem meg itt, köztük velem egy időseket, és idősebb munkavállaló férfiakat és nőket egyaránt, akikkel nagyon jól látok itten beszélgetni és mászni egyben, szóval nagyon jó a közösség és a hangulat itt. Ha nyújtó, bemelegítő gyakorlatokkal kezdődik az edzés, akkor nem indulhat el negatív hatású, ártó csontosodás, valamint az ízületeknek sem okozhat problémát a mászás. Heti 2-3 alkalmat javasolnak a szakemberek, túlzásba sem szabad vinni. Fizikai előnyöknek is több szempontja van, egész sok mindent érint a mászás, amit mondjuk a legegyszerűbben és leghatékonyabban el tudnék mondani, hogy inkább mi mozgást tanítunk, tehát a jelenlegi izomzatoddal, testarányaiddal megtanulsz minél hatékonyabban mozogni. Jellemző az, és sokak idejönnek és erősítenek, és szeretnék még pluszba erősíteni a felsőtestüket, alsótestüket, összekapcsolni az erejüket a saját testsúlyos gyakorlatok során, de a legtöbb esetben ez inkább mozgás tanulás, a próbálkozások során, a mászások során egyre inkább gyarapszik ez a mozgás műveltségük, hogy hogy fog tudni majd eredményesen a jelenlegi izomzatával, testarányaival mozogni. Ki fiatal kamaszoknál megváltozik a testarány, egyszer csak hosszú lesz a karja, rövid lesz a lába, bármi. Ez a pók effektus nagyon sokat segít a gyerekeknek, hogy megérezzék, hogy meddig érnek el. Oda lép jobba akarsz lépni, nem törék, többet kell lefele nézni. A falmászást először a beülő felcsatolásával, majd a szíjak meghúzásával folytatjuk, ami rendkívüli fontosságú a biztonságunk érdekében. Most én is ki fogom próbálni ezt a mozgásformát, lássuk, hogy sikerül.
jótékony hatása van a testre, szervezetre, és emellett nem is kell nagy beruházás a felszerelésre, elég egy edzősöltözet, a további feltételeket, eszközöket a Mászó Egyesület biztosítja a sportolni vágyók számára. A szegedi Havas Boldogasszony katolikus templomban minden évben adományt gyűjtenek Szent Ferenc napján a rászorulóknak. Hunyadi Anna, a Szia kávézó tulajdonosa tovább gondolta ezt az elképzelést, és egy jótékonysági pikniket szervezett a Mátyás téren. Hát amikor ide jöttem 3 évvel ezelőtt, akkor már ugye én hallottam arról, hogy Szent Ferenc ünnepén itt a ferences szerzetesek egy belső körbe csinálnak ilyen jótékonysági főzést. Ugye egy-két csapat főz, és a mise után átvonulnak a misések, és akkor van egy ilyen vacsora, és mindenki felajánl egy bizonyos összeget. És ugye én is beszálltam az első évben egy ilyen bográcsossal, de meséltem a vendégeimnek róla, és mindenki itt állt este, hogy akkor hol van ez a buli, és nem mert senki bemenni a kolostorba este 8-kor, mert tök sötét volt. Úgyhogy igazából tavaly mondtam, hogy hozzuk ki ezt az egészet a télre, és legyen ez egy ilyen közösségi jótékonysági főzés. Októbertől áprilisig a kolostorban van egy hátsó olyan épület, ahol minden este meleg ételt osztanak ilyen rászorulóknak. És ugye ez teljesen felajánlásos. Nagyon sok csapat szokott főzni, rendőrök, fogónők, tűzoltók, akár hétköznapi családok, minden felajánlásos, és ugye az alapanyag is. Úgyhogy szokott lenni egy-két zöldséges, vagy bármilyen felajánl dolgokat, de azért bizony dolgokat meg kell vásárolni hozzá, hogy legyen mondjuk egy kiadós étel, és ehhez gyűjtünk most, hogy szerzett napján a bográcsos ételekből befolyt összeg a jövő héttől induló szegény konyhára fordítják majd rá. A jótékonysági piknikre 8 csapat ajánlotta fel egy-egy bográcsos étel elkészítését. Csilis bab, erdélyi csorbaleves, vörösboros szarvaspörkölt és marhagulyás is szerepelt a felajánlott ételek között. Emellett sós és édes süteményekkel is várták a látogatókat. Az ételek kifizetése becsületkassa alapján történt. A bográcsos ételekből befolyt teljes összeget a szegény konyha javára fordítják. A látogatókat mini gasztropiac is várta, ahol 5 hazai termelő termékét lehetett megkóstolni és megvásárolni. Kézműves sajtok, lekvárok, szörpök, aszalványok széles választéka várta az érdeklődőket. Úgy volt, hogy készült 8 üveg ott először a szörp, és ugye annak az árából gyűjtöttünk ugye a kolostor számára, ugye ami a kisvasárban benne van, pénz az ugye teljesen oda ment, a szörpöket is fogytak, és hogyha még valami borravalót vagy bármit ugye mondom a vásárlóknak, hogy lehet felajánlani, akkor a kisvasárba tudnak még pénzt bedobni. Ez
mondhatjuk egy mini fesztiválnak. Azért fesztiválra nem megy el az ember a gyerekével, és itt annyira jó, hogy családosul jönnek. Vesztek egy üveg bort, amíg a gyerekek a fűbe játszanak, megiszták a szülők, és levezetésként esznek egy jó bográcsos ételt, és akkor így van ennek egy ilyen kis kerek hangulata. A pikniken volt ostorcsattogtatás, papírsárkány eregetés és gyereksarok is. A jó hangulatról pedig a csergőbanda gondoskodott. Szegedi Grand Café Ráolvasás című rendezvénysorozatának keretében mutatták be Tóth Kinga Írmag Offspring című albumát. A Szépírók Társasága támogatásával megvalósuló programon Szutoris Szabolcs beszélgetett a szerzővel. Az est folyamán a művésznő személyes érzései, gondolatai, tapasztalatai álltak a középpontban. Én inkább azt mondom, igen, hogy ez egy album, ez egy intermediális gyűjtemény, vagy mondhatjuk akár egy fekete doboznak is, amiben igazából a posztapokaliptis utáni lenyomatokból találunk vizuális, hang, intermediális, szövegi elemeket több nyelven. Olyan az egész, mint egy ilyen játszóház, vagy egy játékkönyv, amiben különböző kapuk vannak, kódok vannak, és akkor ezekkel a kódokkal, vagy kapukkal, vagy utalásokkal újabb helyszínekre lehet elmenni. Szóval egy kicsit olyan, mint egy ilyen interaktív térkép, legalábbis ez volt az én szándékom vele. Én magnak köszönhetően is, meg egy vonatútnak köszönhetően is dolgozom együtt egy svájci fotóssal, akit Kaspar Mattmannak hívnak, nagyon-nagyon jó barátok lettünk, és több fotósorozatot is elkészítettünk, és ezekből a fotókból már például Pesten lehetett látni párat a szeptemberi kiállításunkon, illetve a könyvben is, vagy albumban az utolsó fotók, ezek a fiola tenyészeteink, ezek már a legelső fotós munkáinkból készültek. A célközönségem az nagyjából mindenki, aki még emlékszik arra, hogy milyen kíváncsinak lenni. Én ebben bízom, ebben reménykedem, hogy az emberek ezt nem felejtették el még, hogy nem csak a fogyasztással foglalkoznak, hanem szeretnek játszani, szeretnek kalandozni, szeretnek felderíteni új helyeket, új dolgokat, új embereket, új nyelveket, esetleg új kultúrákat. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindenki lehet célközönség, aki még egy kicsit kíváncsi. Jézusom, aki elmegy! Ne téged kérdezzük a dolgokról? Tóth Kinga munkássága nem csak a művészetében merül ki, hanem különböző feminista programokat is szervez. Amire elég büszke vagyok, meg aminek nagyon örülök, hogy 2 éve csinálunk egy olyan programot, annak az a címe, hogy Femnes, ami a feminizmusnak ilyen teljesen különböző ágazataival foglalkozik, tehát az ilyen extrém, őrült, ökofeminista vadhajtásoktól elkezdve az ilyen klasszikus, konzervatív feminizmustól át mindennel is. Az album ötlete az onnan jött, hogy gyakorlatilag, vagy igazából én minden könyvemet így szerettem volna megcsinálni. Minden eddigi kötetemhez tartozott egy vizuális, egy hanganyag, egy téranyag, egy installáció, egy kiállítás, ami azért érdekes, mert mondjuk
volt olyan, hogy a könyv Németországban jelent meg, magyarul nem kapható, Ausztriában volt hozzá kiállítás, Franciaországban lett belőle zenei album, és itthon meg mondjuk csináltam belőle egy performance. Tehát ezzel néha küszködöm, hogy több helyen, ez ugye egyrészt fantasztikus is, hogy több helyen lehet több formátum megjelenése, de mindig is arra vágytam, hogy végre egy térben találkozzon az összes médium, amivel dolgozom. És van ez a lebomló csomagolóanyagokkal és ilyen ökobarát csomagolóanyagokkal foglalkozó cég, akiket úgy hívnak, hogy Jama, és ők fiatal művészeket támogatnak. És igazából a Jamának az igazgatónője, Hindi Mónika keresett fel, azzal ő tudta azt, hogy vegán életmódot folytatok, meg hogy környezetvédelemmel is foglalkozom, és ismerte a művészeti munkáimat is, hogy volna kedvem egy albumot létrehozni. És akkor ez az anyag már forrott, tehát hogy ennek már megvoltak a különböző elemei, viszont az ő felkérésükre készült el egy konkrét album. Hát hogyha ebből kötet lett volna, biztos, hogy hát nagyon valószínű, hogy kompromisszumokat kellett volna kötnöm más irodalmi kiadókkal, nagyon valószínű, hogy az a zenei vagy vizuális világ, ami most ebben benne lehet, az egy más formában nem valósulhatott volna meg. Come with us to the sacred meadow, the most beautiful meadow, and the clearing next to the forest, next to the deer. Ezt csak mások láthatják. Ha benne az ebben a tóban, az olajban, a réten, a földön, ha beér a füst az orjukat, ha habzik a szád is. Érdemes szerintem egy térképként, vagy egy ilyen játszóbarlangként, egy ilyen apokaliptikus játszóbarlangként értelmezni. Hát szövegeket találtok benne, vagy találnak benne. Ezek a szövegek angolul és magyar nyelven vannak, írott szövegként. Ugyanakkor QR kódokkal kapcsolódhatunk különböző performanszokhoz, ahol viszont ezeket a szövegeket németül adom elő hangokkal. Hát hogy a kötetben, albumban találhattok fotóanyagokat, montázsokat, a műhelyemből, ahol ezeket a montázsokat készítettem, műhelyfotókat is láthattok, ceruzarajzokat, videómunkákat, élő performanszokat, ahol ezeket koncerten mutattam be. Tehát gyakorlatilag mindenféle ágazatát a művészetnek igyekeztem beleépíteni ebbe az albumba, és akkor van, ami csak kódban jelenik meg, valami egy fotóban jelenik meg, valami egy rajzban jelenik meg, tehát teljesen különböző megjelenési formái vannak. Nem halászunk, a kutakból nem halászunk, csak öntözünk, hogy szebbé tegyünk.